Közeledik minden szentek és halottak napja. Előbbi jeles esemény római katolikus főünnep, az üdvözült lelkek és a megdicsőült egyház napja, amelyet az egész keresztény világban celebrálnak. A hívek megkülönböztetik a zarándok egyházat, a még élőket, a szenvedő egyházat, a már meghalt tisztító tűzben égőket, és a megdicsőült egyházat, az üdvözülteket. A minden szentek ez utóbbi napja, ilyenkor szokás elhunyt hozzátartozóink sírját rendbe tenni. Az ünnep maga az a boldogságról szól. Arról szól, hogy azokat ünnepeljük, akik már a mennyországban vannak. A hitnek ez egy óriási ajándéka, hogy vigaszt ad nekünk, reményt ad nekünk, és a mennyországban mi hiszünk, keresztények, katolikus keresztények is, de minden keresztény vallásban hiszünk a mennyországban, hogy ott még tovább él a lelkünk. A testünk az enyészeté lesz, de a lelkünk tovább él. Halottak napja a szenvedő egyház ünnepe, a minden szenteket követő nap, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztító tűzben szenvedő hívek lelkéért tartják. Ebből az alkalomból az emberek meglátogatják elhunyt rokonaik, szeretteik sírjait, virágokkal, gyertyákkal, mécsesekkel díszítik azokat. A halottak napján őértük imádkozunk elsősorban, akik elhunytak, de nem tudjuk, hogy hova kerültek, és bízunk abban, hogy a tisztító tűzbe, és az imádságunknak, ez nagyon fontos nekünk, hogy ereje van, hogy mi hiszünk abban, hogy aki a tisztító tűzben van, azt mi segítjük az úgynevezett előbb való mennyországba kerülésért. Az ünnepkörhöz népi szokások is tartoznak, melyek egyes falvakban még ma is fennmaradtak. Bizonyos cselekvéseket tiltanak ilyenkor, mert úgy tartják, hogy a halottak nyugalma miatt mellőzni kell minden munkát a földeken, és nem lehet takarítani, meszelni, de élelmiszert tartósítani sem.